Üdvözlök mindenkit! Hát ez egy kicsit filozofikus hanganyag lesz, hiszen néha ilyen is kell. De nem csüggedjen senki, hanem sokára jön persze az új történelmi videó. Vagy Skita és egyéb más forrásokat fogunk megint csak nézegetni. Vagy Skitákról szóló forrásokat, ilyen gyűjtemény. De mielőtt ennek nekivágunk, kikívánkozott már belőlem ez a videó, hogy igazából uh, hányféle embertípus létezik, egy bizonyos szisztéma szerint értékelve. Mert mindjárt átérek a lényegre, hogy miről is lesz szó, vagy mit akarok mondani. Ugye a mai világban, az internet korában az információk világát éljük. Bíró András Zsolt szokta mondani, hogy valaki elolvas négy könyvet, az ötödiket megírja ő maga vacsoránál ömlik az interneten a, az információ, és hát ezt kellene helyesen értelmezni, helyesen szűrni, válogatni közöttük. Na most a beömlő információk tekintetében kétféle emberre, embercsoportra hozható már rögtön az elején az én kis felosztásom. Az egyik embertípus az, aki úgynevezett szemellenzős. És nem feltétlenül csak történelemre igaz ez, hanem mondjuk ő egy érzelmileg mondjuk baloldali ember, akkor csak a baloldali portálokat bújja, és minden, amit a jobboldali portálról származó információ csak hamis lehet, anélkül, hogy utána nézne a dolgoknak. De ugyanez a helyzet, mikor valaki rajong egy előadóért, tök mindegy, hogy ki ér, és akkor csak az ő mondandója a szent, hiszen ő is megmondta, a hivatkozási alap maga a kedvenc, és akkor ezáltal lezár egy csomó ajtót a további információknak. Na ezt az ember típust nevezzük, vagy egy típusokat parazitának. Tehát ez olyan, mint a cápán, ilyen tapadó hal, ami követi Ingen, mindenhova, és akkor abból élősködik, ami a cápa pofájából, morzsaként az elébe kerül. Tehát ez, ez, a, ez, ez egy veszett fejszenyele, az ilyen ember az nem jut egyről a kettőre. Ennyi. Tehát nagyon sok értékes információ el, tól elzárja magát azáltal, hogy elfogultan kezeli már prekoncepciókkal az információkat. Van a másik csoport, amit majd aztán tovább bontunk, ezt a részt le is zártuk. Van a másik csoport, ami minden információt beenged. Itt kétféle bomlik megint csak a csapat. Az egyik az, aki mindent beenged, és akkor soha az életben nem lesz önálló véleménye, meg értékrendje, mert hát van ám másik vélemény is, hát van azért egy másik, ő is Buda is, meg mit tudom, tehát ez a, Tipikus ilyen, eh, nem kutat bejön az információ, elraktározza, nem kutatja, nem néz utána, és hát így hümmög hogy hát igen, van, ez, van, az, van az, hát van a finnugor magyarság, a török magyarság, nincs ilyen, nincs ilyen. Tehát ez megint egy veszett fejsze nyele, eh, ez, a, ez a lagymatag, ilyen liberális befogadó, vagy, vagy toleráns, nem tudom, hogy mondjuk ezt az embertípust, ez megint csak nem fog eh, eh, soha eljutni az igazsághoz, mert mindent beenged, mindent elfogad, és akkor végén meg nem tud semmit kikövetkeztetni ezekből az információkból. És van végül ugye a másik ága ennek az információ beengedő csoportnak, aki viszont utána jár a dolgoknak. Tehát az úgynevezett utána járók lennének ezek. Hát itt már ugye az információt kénytelen vagy a tudomány eszközeinek segítségével szűrni, tehát ha magyar történetben gondolkozol, akkor elsősorban történeti forrásokra van szükséged, például mit írt le Anonymous, mit írt le Herodotus, aztán ezeket össze kell vetni más egyéb forrásokkal, sőt, akár régészettel is mondjuk a forrásban azt szerepel, hogy itt meg ott volt mondjuk Szikamira, és akkor sas ki is ásott olyan falakat, ahol ő mondjuk Szikamriát vélte, és az tényleg nem római, hanem korábbi fal töredék volt, tehát amikor a régészet egyezik a forrásokkal. Tehát a régészet is fontos. Pontos most már a biológia is, antropológia, ugye azok, a, mert a külső megjelenést is ugye a gének határozzák meg, biztos tanultátok ti is, ugye a genotípus határozza meg a fenotípust, és van most már a genetika, ami viszont lézerfegyver, tehát ahogy megyünk előre az időben, ez is egyre pontosabb, egyre SD minőségből már 4 k jár a, a genetika, és... Hát még itt a népra, az ugye hogy a mai élő feltételezett közös őstől származó népek, hogy élnek, mit tartottak meg az ősi dolgokból, és a többi persze ez is fontos népmesék, népdalok, és hát persze a nyelvészet, de az archeó, tehát dolgoknál a nyelvészet az úgy néz neki, hogy ta találsz egy régészeti tárgyat, ami írás van, és azt lefordítod. például a sumér agyaktáblák, vagy egyiptomi papíruszok, vagy akármi, tehát hogy az ezen lévő írományt le tudod -e fordítani, vagy nem tudod e le e fordítani e. Tehát ez lenne a lényeg. Ez a nyelvészet szerepe. Itt vannak hiányosságok, -e, mert egy vékony Gábor régész szokta lefordítgatni amíg élt szegény a robásos leleteket, mert egész egyszerűen nyelvészeket ez nem érdekelte. Vagy valami hülyeséggel bepecseltek. Tehát ez lenne a lényeg, hogy az információt a tudományok eredményeivel tudod megszűrni. És ha minden pontos timmel, a dolog, tehát történészetileg, régészetileg, genetikailag, stb., akkor mondhatod azt, hogy valamilyen fajta igazság van a birtokodban, de az is csak részeredmény, tehát az sem a völcsek köve. És ha te azt állítod magadról, hogy te megvilágosodtál, hogy te már így az összefüggéseket összeraktad, akkor vagy a legmesszebb a céltól, egyébként. Jó, és akkor ezt megint bontanám amatőrökre, meg profikra, nyilván, hát az amatőröknél, már hogyha 4K hasonlat értem, sose lesz 4K kép. Tehát olyan, olyan HD talán. A tudománynál viszont úgy lenne ez 4K, hogyha összeülnének egy kerekasztalhoz, kerekasztal mögé, ugye a genetikus leülne az antropológussal, régészen, a, a történésszel, stb. és közös nevezőre jutnának egymás eredményeivel. Ugye ez lenne az a Magyarság Kutató Intézetnek például a küldetése. És ez nyilvánvalóan egy jó út lenne. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy ide próbáljon meg eljutni, hogy első körben engedjen be minden információt, de utána az keményen szűrje meg, mégpedig a hivatalos tudományok eredményével. Tehát semmi esetre sem a többi út vezet célhoz, vagy célra. Tényleg ezt csak szösszenetként, lábjegyzetként szerettem volna egyfajta útmutatásként elmondani, hogy aki magára ismét ebben a kis hanganyagban, és ne Isten úgy érzi, hogy rossz utolják, soha nem késő a jó útra lépni, de mondom még egyszer, prekoncepció nélkül mindent, még akár a finnul is be kell fogadni, azt is meg kell nézni, és össze kell vetni, hogy az mondjuk genetikailag, stb. tehát a tudományágak eredményeivel eh, mennyiben egyeztethető össze, és nincsenek prekoncepciók, hogy hát mert az Anonymous az hazudott, meg mit tudom én, nem, nincsenek. Ninc Minden szépen. Mert már bebizonyította a genetikai jutólag, ki tudta volna, hogy lesz ilyen tudomány, pár évtizede, bebizonyította jutólag, hogy de. De, igaza volt. A minusznak a lényegét tekintve. Persze valószínűleg nem szarvas volt szó. Na mindegy, most már nem, nem megyek bele. Jó, tehát ennyi lett volna a lényeg, ez egy roppant egyszerű modell. És én azt is kérném, mondom még egyszer mindenkitől, hogy aki véleményt formál, videók alatt a komment mezőben, az mindenféleképpen valamilyen fajta tudományos bizonyítékot passzentoljon mellé, tehát a felsorolt tudományágak közül, mert az már egy szűrt e, információ, és e, kielentő módban csak szűrt információt illik közölni. Gipsziakab megmondta, de van másik Buda is, akármi, ezek nem vélemények. Tehát ezt Akinek ez a tudás szintje, az inkább kérdezzem. Ja, és mindig fontos, hogy kérdezzetek. Tehát valaki előadást tart, vagy mit tudom én, akkor bátran kérdezzetek, mert mindig az van, hogy a legtöbb előadáson sokan jártam én is. Uh, mondja, 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 mondja. Nulla forrás, nulla bizonyíték. Leül, megtapsolják. Van kérdés, nincs. mert olyanokat mondott, ami új, persze, hogy új, mert valószínűleg ezt valaki kitalálta. És soha nem létezett. Na mindegy, most nem akarok ilyen rossz májú lenni sem. A lényeget elmondtam és akkor majd a következő videóban már, a, ha már információkról beszéltünk, akkor információkat fogunk ismertetni, tehát forrásokat, szkítákkal, magyarokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet!